A főváros legforgalmasabb villamosjárata a 4-es 6-os október legvégén ismét a figyelem középpontjába került. A korábban a zsebtolvajok felbukkanásáról elhíresült járaton október 31-én délután ittas fiatalok randalíroztak, illetve hangoskodtak. A Szél Kálmán téren szállt a járműre az a háromfős társaság, amely előtte jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, és annak hatása alatt üvöltöztek, zavarva a többiek nyugodt utazását. A viselkedésüket szóvá tette egy 76 éves férfi utas, akire emiatt a két nő rátámadt, rángatni kezdték az időskorú sértett ruházatát, és a két kezükkel karonlázták az arcát. A bántalmazásba ezután a férfi társuk is bekapcsolódott, fenyegetően lépett fel az időskorú sértettel szemben, mindeközben felé is rúgott. A történteket észlelte a villamosvezető, ezért a következő megállónál kiszállt a vezetőfülkéből, és felszólította a vádlottakat, hogy szálljanak le a villamosról. A férfi vádlott ekkor szidalmazni kezdte a villamosvezetőt, majd többször felé ütött. A sértett védekezésként maga elé emelte a kezét, ezért az ütések a karjait és a mellkasát érték. A villamoson utazók feltételezhetően nem nyújtottak segítséget a villamosvezetőnek, aki a felbőszült randalírozókat látva és a további ütéseket megelőzve bemenekült a vezetőfülkébe. Támadói azonban követték, és a társaság férfi tagja a fülke ajtaját is megütötte nagy erővel. Mindeközben az egyik női elkövető észrevette, hogy az egyik utas videófelvételt készít róluk a telefonjával, ezért kiabálni kezdett vele. Ezt észlelve oda ment hozzá a férfi társa is, aki durván lögdösni kezdte ezt a férfi utast, és a vállát is ököllel megütötte. A támadásnak az vetett véget, hogy egy másik utas lefogta a támadót. Az illetékes kerületi ügyészség a férfival és két női társával szemben csoportosan elkövetett garázdaságbüntette miatt emelt vádat, a férfit pedig ezen túlmenően közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével is megvádolta. Az előkészítő ülésen mindhárom vádlott teljes körű beismerő vallomást tett, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bíróság ezért gyorsan tudott dönteni, és ennek értelmében mindhárom személyt bűnösnek találta. A fővádlott férfit első fokon 36 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték, míg két társát több mint 200, illetve több mint 300 órányi közérdekű munkabüntetésre ítélték. A két nő elfogadta az ítéletet, így az jogerőre emelkedett. Az utasokat is ütlegelő fiatal férfira azonban a most kiszabott büntetésnél hosszabb idejű elzárás is vár, hiszen már nem volt ismeretlen a rendőrség, illetve a bíróság előtt. A férfi volt már korábban büntetve, őt a bíróság egy más ügyben korábban kifosztás büntette és más bűncselekmény miatt ítélte el, akkor 1 év 4 hónap fiatalkorúak fogházában végrehajtandó és 4 évre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kapott. A bíróság most ennek a felfüggesztett szabadságvesztés büntetésnek a végrehajtását is elrendelte. A férfi az ítélet enyhítéséért fellebbezett. A villamoson történt rendbontás sértettjei, így a vezető és a rajta kívül bántalmazott két utas könnyebb sérüléseket szenvedett az akció során.